Nem mindegy, hogy milyen kukoricafajtát választunk, hiszen vannak olyan fajták, amelyek nagyon érzékenyek a különböző negatív hatást okozó gombafertőzésekre. Az ilyen gombafertőzések közé tartozik a fuzáriumos cső penészedés is. Ennek jelentőségéről fogunk beszélgetni Hetelendi Péter növényorvossal. No, mit látunk itt? Hát itt leginkább az lesz, hogyha besétálunk ide, és keresünk néhány csövet, azért hál' Istennek van. Na, ez kivételesen egy épcső. Olyat keresünk, amin valami defekt van. Nem már! Nincs! Hogy, hát, nézd! Nem! Ez egy pici van, de ez nem az. Ez nem az. Nem is az. Nézd csak! Aha. És... Ez se rossz. Nem bizony. Csak itt más a baj. Ugye, morbid. De ő termel giberellint, ugye a ivarosalak a giberella génuszba tartozik, és akkor ez meg egy hát szép csőpenészedés. Egyébként itt lesz, biztos van egy kis rágás, csak ugye hát már rég elfette a penész. Tárkány határában állunk egy nem túl szép kukoricaállományban, és hát hogy miért jöttünk ide? Hát részben azért, mert hogy le van törve a növényzet, viszont a kicsi a termés, de ez javarészt az aszálynak a hatása. Viszont ami a csöveket érinti, hát ilyen csövek találhatók benne, hát eléggé penészes a csőnek jókora hányada, és az most egy dolog, hogy ez esztétikai problémát nyilván nem szép, de mondjuk a malacot rohadtul nem érdekelné, hogy csúnya vagy szép, attól függetlenül megeszi. Az a gond, hogy rengeteg toxint is termelnek ezek a fuzárium gombák, és ez viszont sajnos konkrétan életveszélyes is lehet. Állatra, emberre egyaránt. Ez konkrétan egyébként egy másodlagos fertőzés, tehát itt valami kártevő, igen nagy valószínűség, gyapottok bagolyletke rágásán indult el. Általában az esetek 99%-ában ezt tapasztalható. A maradék 1%-ban, az nagyon ritka, azért tapasztalunk olyasmit, hogy a csőnek a felső fele, vagy akár kétharmada is összemegy, teljesen vöröses, rózsaszínű lesz. A egyes fuzárium fajok, tehát a fuzárium graminárium, fuzárium kulmorony képesek arra, hogy a nővirágzáskor a kukorica bajuszán, tehát bibelszálakon keresztül aktívan meg tudják fertőzni a kukorica csöveket. De mondom, ez meglehetősen ritka, nyilván nagyon nedves időszak szükséges a virágzás idején, hogy ez bekövetkezzen, de döntően a nagy problémát leginkább az okozza, hogy valamilyen állati kártevő, az esetek 99%-ban gyapottak bogyletke hernyója, megrágja a kukoricát, a kukorica csövet, és a sebeken keresztül a különböző fuzáriumfajok fertőznek. Hazánkban általában fuzárium verticillioides, jelenlegi nevén korábban fuzárium moniliforme, ami ilyen esetekben a leggyakoribb, de mások is előfordulhatnak. A fertőzés az valamikor nyár folyamán következik be, nyilván jó, ha van nedvesség, de ami a legfontosabb, hogy a fuzáriumok javarésze az inkább gyengültségi és sebb parazita, és hát sebzés meg van, mert itt is ugye volt valami kis rágás, és hát ahol a gyapotok bagolylepke például megrágja, ott azokon a seppfelteken gyönyörűen tud indulni a fertőzés. Akkor erre a fertőzésre leginkább így betakarítás tájéken. Ilyenkor találkozunk vele, és ilyenkor már semmit nem lehet csinálni. És az a baj, hogy ugye az árukukorica nem igazán bírja el azt, hogy most inszekticiddel védekezzünk a gyapotok bagolylepke ellen, tehát túl drága lenne, viszont így meg hát benyeljük azt, hogy hát penészes a cső, és aratáskor, hogy most hány ilyen kisebb szem kerül bele, amiben esetleg nem látjuk, hogy benne van-e a gomba, mennyi toxint okádott bele, és hát előfordulhat az, hogy megpróbálják aladni, megvizsgálják a tételt, és hát határérték felett van a dontoxin, ami igazság szerint csak legkönnyebben kimutatható toxin, de sokkal harapósabb jószag T2, F2 toxin is benne van, amik sokkal mérgezőbbek, melegvérűekre, és hát akkor csodálkozunk, hogy gond van, illetve ha saját magunknak, úgymond az állatállománynak az etetésére használjuk, akkor meg az van, hogy eszi az állat, csak a, hát valahogy nem akar hízni. És 5-6 kiló takarmányba állítunk elő 1 kiló húst, a dánoknál ez körülbelül 3 kiló. Tehát ahol figyelnek arra, hogy ne legyen fuzárium toxin a terményben, ott sokkal, hogy is mondjam, rentábilisabb a, mondjuk a sertés vagy a baromfi hús előállítás, mint ahol nem figyelnek rá,
És ez azért elég súlyos gond, tehát nem lehet olyan áron értékesíteni azt a disznót, ami ennyi takarmányköltséget fölhalmoz a nyitása során. Milyen a toxinnek a határértéke most, a megengedett határértéke, állati takarmány? 1750 ppb, vagy 1,75 ppm a kukorica esetében. Kalászos gabonáknál az 1,25. Tehát picivel magasabb. Ugyanakkor a keményebb toxinokra, tehát T2, F2 toxin ennél jóval kisebb. És nem tudom fejből pontosan, de egy-egyű szám ppb-ben, tehát ez nagyon pici érték. Nyilván ez összefüggés van azzal, hogy ezek a toxinok sokkal mérgezőbbek. Tehát az akut toxicitások is nagyon durva, plusz még ráadásul van olyan kellemes tulajdonságok, hogy tudnak akkumulálódni. Ez mindenkit megnyugta ez a dolog. És mire fejti ki a hatását, ha jutom a szaporodás szerben? Igen, tehát igazság szerint ez teránvázas toxinok, és gyakorlatilag egyfajta fitoösztrogénként viselkednek. És hát akár milyen ivarú, melegvérű jószággal találkoznak, a nemi hormonok rendszerét egy ilyen lórugásszerű ütés éri. Tehát elsődlegesen ez nagyon nagy gondot okoz. Amellett még rengeteg ilyen endokrinológiai problémát okoznak. Tehát hogy az állatnak a teljes hormonrendszerét az sikeresen úgy felforgatja, hogy az minden csak nem egészséges.